Amikor egy tégelyből ismeretlen kecsketej terméket reggelizik valaki, véletlenül Papa Dimitriou Atina egyik riportja jut eszébe. Vajon ez a valami is orda? Ezt megerősítette Tímár gazda, aki sok éves faipari és közéleti tevékenység után életmódváltással kecskékkel kezdett el foglalkozni. Nem csak termelő, hanem másként gondolkodó is, olyan, mint magyar őseink. Természetről, gyógynövényekről, jóról, rosszról is beszélgettünk becsehei látogatásunkról, de sajtkészítés sem maradt el. Amikor a kecskék megjöttek, akkor még nem volt sajt, már picik voltak a kecskék, de az az idő elég volt a tanuláshoz, amire ezek a kecskék megnőttek, hogy tejet is adtak. Akkora már azért én szakirodalomból annyit gyűjtöttem, hogy hát érdeklődéssel álltam neki a sajtkészítésnek. Kezdetleges volt az elején, de azok a gyakorlati fogások azért meghozták az eredményt, és akkor hát ezt kitágítottuk egy picit. Később a nejemet elküldtem egy tanfolyamra, mert hát azért én le voltam akkor már foglalva, de akkor már kérdésekkel. Aztán így szépen összejött, mert tanfolyamokon is, szakkönyvekben is tetten érhető, hogy a alapokat meg lehet tanulni, de minden tájegységnek egyedi a sajtja. Hát itt is szeretnénk. Azt mondta, nincsen talán negyed órája, hogy azért a Kárpát-medence, azon belül ez a Somogy, Vas, inkább Göcse és ez a mi kanizsai térségünk egy olyan adottsággal rendelkezik, hogy nem is szabadna kihagyni egy ilyenfajta tevékenységet. A kertje végében, vagy a kertje területén rengeteg gyógynövény van. Valószínűleg predesztinálja az ide született embert az itteni természet, hogy merre az út, és merre keresse azt a tevékenységet, meg életmódot, hogy ilyen kisimult vonásai legyenek, mint önnek? Hát nem egészen kisimult, mert azért nekem is vannak még köztes feladataim, de nagyon rátapintott a lényegre, ugyanis ide születtünk valóban. Ha ide születünk erre a tájegységre, akkor kicsit vissza kell utalnom a természetes műveltségünkhöz, ami azt mondta, hogy a mi étrendünket, ezt 50 kilométeres körzetből kellene az alapanyagait beszerezni, vagy hát elhozni. Hát most nem ez történik a világban. De azt is látjuk, hogy a világ hát beteggé vál. Itt Magyarországon is. Tehát nem azt esszük, ami a környezetünkben van. Hát visszatérve ugye sajt készítésre, ennek a folyamatában bizony azok a gyógynövények, amik itt vannak, bekerültek. És ahogy fogalmazott is, ez a Göcsej térsége és az Alának ez a csücske, ezt a szakemberek állítják, hiszen most nemrég jelent meg az Európai Unióba is foglalkoztak vele, hogy Kárpát-medencében több gyógynövény van, mint Európai Unió egész területén. Tehát ha mi ilyen kivételes helyzetben vagyunk, kiváltságosok is vagyunk, akkor ezt ki kellene használnunk. Úgy tudom, most a kormányprogram is foglalkozik vele, hogy ezt egy kicsit magasabb szintre hozzák, vagy hát újra előtérbe kerüljön. Körül kell néznünk, és tanulnunk kell. Vannak nagyon jó mesterek itt az asztalon, vannak néhány, tehát ezek a könyvek, néhány könyvből ezeket az alapokat gyönyörűen meg lehet szerezni, meg lehet ismerni, és az áldásos hatása, amikor már jelenkezik, akkor optimisták vagyunk, mert valóban jelenkezik. Mert milyen áldásos hatása lehet annak, hogy mondjuk én áttérek Kecsketejre, a különböző tejhaszorra, mikkel foglalkozik, vagy miért lehet hozzájutni egyáltalán egy ilyen kecsketej gazdaságban? Ugye mesélt nekem arról, hogy hát jönnek a savóér. Hallunk ilyet mi a városi emberek, hogy savó, meg orda, de igazából lehet, hogy nagyon sokan nincsenek is tisztában a tej mindenkori stádiumával, meg az, hogy mire jó, mindenre jó. Hát mondjuk, hogy mindenre jó, mert ugye alapanyag szinten van hát a tej. Most a kecsketejről van szó. Annyit tudni kell, hogy például a csecsemő táplálásban is, amelyik anyának esetleg nincs teje, vagy hát ugye a legrosszabb vannak karambolok, egyedül marad a kisgyerek. 4 hónapos kortól már ajánlják a kecsketejet. De
Ha egy picit tovább megyünk, az elmúlt század közepén még a tüdő gondozók mellé kecsketenyészeteket telepítettek a terápiás kezelések miatt. Interneten nagyon szép szakanyagai vannak, tehát össze lehet szedni ezeket, tetten érhetők ezek a szakanyagok. Ha a szintetikus gyógyszerek előtt, megjelenés előtt, ilyen jó százalékba tudták használni a kecsketejet, akkor ez most is éppen olyan értékes, hiszen a kecske köztudott sokkal több növényt fogyaszt, mint mondjuk a tehén. És éppen ezért a tejében is ezek az átalakított anyagok hát nagyobb százalékban jelennek meg. Egy példa azért ide tartozik a hitelesség kedvéért. Nekem még mielőtt a kecskékkel foglalkoztam, koleszterin problémáim voltak. Magas volt a koleszterin szintem. Ugye a vállalkozás azért a stressz hatásaját, a étkezésem, hagyd ne mondjam, kevés folyadék, sok húsétel. Amikor ezzel aztán találkoztam, most ez egy-két éven belül úgy változott meg, hogy én nekem olyan kiegyensúlyozott lett a koleszterin szintem, de most azt lehet mondani azzal is, hogy megváltozott az életmódom. Persze, az is kellett hozzá. De én, hogy mondjam, és nem reklám helyeként, biztos vagyok már, hogy a napi rendszerességgel fogyasztott kecsketej az hozzá kellett, hogy járuljon. Tejen túl. Megfeljük. Mi történik? Mindennapos készítmény a sajt, mert ugye ezt frissen kell feldolgozni, itt ezzel nem lehet sok napig várni. Amikor bejön a kecsketej, akkor célszerű egy picit hagyni, tehát hűteni ezt a tejet, mert olyan sok ellenanyag van bent, hogy ne kelljen sok oltót használni, hiszen tele van ellenanyaggal, egy 3 óra kellene neki. Hát, ha egy kicsit szűkebb is, itt nálunk az olyan 2 óra, 2,5 óra körülbelül az az idő várakozás. Akkor én beoltom ezt a tejet, tehát melegíteni kell megadott hőmérsékletre, beoltom, és akkor körülbelül 1 óra múlva szépen, vagy akár 1/2 óra is lehet ez az idő, attól függ, hogy mit szeretnék csinálni, akkor kezdem eltávolítani sajót. Össze kell törni, ez egy aludtáj lesz, összetörjük a savót, eltávolítjuk, ennek megvannak a módszerei, hogy kell ezt visszamelegíteni, milyen sajtot szeretnék csinálni, és amikor ezt a sajtésztát én hát kezelem, akkor hát az ízesítés következik, formába rakás, és akkor utána még van egy utókezelése is, só oldatban, hogy ugye az kérget kapjon, hogy eltartható legyen. Aztán érlelés, hát én az érlelést nem pincébe csinálom, mert azért itt egy kisebb léptékű, hanem hűtőszekrényekbe, de az érlelés után még ugye a füstölés is. Na hát azt is majd meg fogják látni, mert éppen most még van kint nekem a füstölőben is olyan, amit majd be tudok hozni. Hány fajta, milyen termékeket csinál? Hát a sajtokból különbözők, hát ugye a natur sajt az természetes, aztán van itt a medvehagymás, ami inkább divatos, de hát gyógynövény a medvehagyma is, fokhagymát mindenképpen én kiemelném. Aztán nagyon jó a kömény, hiszen a kömény is egy egészséges fűszernövényünk. Aztán amit még, ugye a gyógynövényeket is én teszek a sajtba, mert vannak olyan, hogy mondjam most már, sajtfogyasztók, akik ezért jönnek. Abba a zsúrló, az feltétlenül nagyon jó értisztító, a csalán maga úgy szintén, hiszen mindenkinek a csalánkúrát azt javasolni szokták még a természetgyógyászok is. Aztán még ezen kívül azért vannak olyan anyagok, amit majd talán megmutatom, az asztalon van néhány, amit érdemes beletenni, de azt már egy kicsit irányítottabban. Hát a petrezselyem zöld az úgy szintén diszít is, egy kis illatot is ad neki, aztán a fokhagyma azért már közömbösíti esetleg a zsúrlónak a keserű ízét, vagy akár más növényeket, ha olyat teszünk bele, ami kellemetlenebb lehet, akkor azt azért kompenzálni kell, hogy azért fogyasztható legyen. Na még egyszer a savóra visszatérek, hogy azt meg lehet inni? Igen, a keskesavú az egy nagyon jó hatású, ugyanis ugye más tulajdonságú, hát átmegy egy erjedésen, egy olyan folyamaton, és amikor a sajtot mi megcsináljuk, akkor abból visszamarad egy savó. Annak a savónak a tetejére gyönyörűen, egy magasabb hőmérséklettel
följön, fölszáll ez az úgynevezett orda alapanyag. Hát ezt le kell utána szűrni, és úgy szintén ugye ülepíteni, és ezt az ordát, ezt naturba is lehet használni, de ha ízesítjük, úgy szintén be lehet ezt keverni, akár az édes felé is, lehet ebbe diót, mogyorót, mazsolát tenni, kis golyócskákat lehet csinálni, de tésztába nagyon finom, például süteményekbe. A tulajdonsága ennek olyan, hogy ugye a túró az általában a tehén túró is 2 nap után zsugorodik. Gumisabbá lesz. Hát igen, de ez egy csodálatos, finom marad, továbbra is friss marad. Itt tőlünk, hát öntől jobbra, egy szép kék fazék van, ott már várja a továbbiakat, egy előkészített, hát sajtféle, mégpedig ugye már le is van oltva. Igen, ez a reggeli fejés, ez egy frissen, hát le van oltva, ez már igazából arra vár, hogy én sajtot készítsek belőle. Hát ebből is lesz egy olyan friss sajt, hát majd menet közben ezt megmutatom. Ezt most már föl kell törni, fölkockázni, föltörni, tehát minél apróbbra összetörni, hogy annak az állaga olyan legyen, hogy a savót le tudja nekünk adni. Aztán jönnek utána a folyamatok. Nem olyan nagyon bonyolult ez a folyamat. Sok embernek meg kellene tanulni a legészségesebb élet. De mindenre azt mondják, hogy amikor már a tudományokban oda jutunk, hogy rutinszerűen megy, az nem olyan bonyolult, na de hát addig. Az mennyi idő, amíg mondjuk egy szkeptikust meg lehet győzni, hogy emberek, térjetek rá az ilyen egészséges táplálkozásra, magára az ilyen gondolkodásmódra. Mi a tapasztalata? Könnyen meggyőzhetőek vagyunk, vagy minek a hatására lépünk? Hát nem vagyunk könnyen meggyőzhetőek, de hát úttörő szerepet föl kell vállalni, hát most annak a égisze alatt vagyunk, hiszen beszélgetésünk során én említettem, és ez talán minden embernek fontos lehet, hogy a civilizáció ugye hozza, a tudomány hozza az eredményeit, mégis egyre több a beteg, mégis egyre több szakember kell, hogy minket gyógyítson. De nem csak azon a területen, ahol éppen a gyógyszereket adják, hanem hát a lelkiekben is. Hát problémáink vannak. Az egyik pillanatban adunk, a másikba ütünk. Ilyenekké váltunk. Na most ezt vissza kell szelidíteni a szeretet vonalára. Ha ezt nem tesszük, akkor bizony acsarkodunk, akkor elveszük a másikét, akkor ennek a fogyasztói társadalomnak ugyanúgy mi is a részesévé válunk. De akkor is, amikor megveszük az úgymond olcsó dolgokat, és nem veszük észre, nem számolunk vele, én mondok egy példát, talán az a jó, amikor egy sajtot adnak 1000 forintért. Kerek szám legyen. Igen ám, de 1800 forint annak az alapanyaga, hiszen most 180 forint a tej. 10 liter tejből van 1 kiló sajt. Akkor annak csak az alapanyaga 1800 forint kell, hogy legyen. Akkor miből akkor lehet? Erről van szó. Ugye akkor hozzáteszik azokat az anyagokat, kiegészítő anyagokat, ízfokozókat, tartósítókat, amit ha megkóstolunk, kitűnő, szeretjük, és akkor elmegyünk, megvesszük azt az olcsót, hát hiszen jól lakunk vele. Igen ám, de a betegségeink meg 40 fölött már, vagy még előbb jelentkeznek. Tehát igazából magunk alatt vágjuk a fát. Most ezért mondom, hogy a természetes műveltségünket vissza kell állítani, hiszen nekünk itt nagyon értékes alapanyagaink vannak. Ha pedig természetes teszünk a gyümölcsöket, úgy szintén az aszalmányokat, akkor hát visszafordítható ez, hiszen egészséges életmód az egészséges embert is. Persze ez még mozgás is hozzájárul, már ha dolgozunk vele, akkor hát akkor fittebbek is vagyunk. Mindenre azt mondják, hogy kerek egész, gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan, de ha megtalálod, akkor előbb-utóbb életformáddá válik. És ilyenkor mondják azt, hogy soha nem késő belekezdeni bármibe. Mibe kezdjünk bele? Kóstolásba, tanulmányozásba, vagy ezek egymást hozzák? Hát először is ugye engem, ami megfogott, az, hogy a gyerekkori élmény, nekünk gyerekkorban voltak teheneink. Aztán a szülői kapcsolat. Hát amit édesanyám, édesapám mondott, azt én elfogadtam a mai napig, ők már nincsenek, mondjuk magas kort éltek, hisz édesapám is 95 volt, amikor elment, de amit hozadékot itt hagyott, az, hogy én például magyarul mondom,
soha nem láttam részegen. De borfogyasztó volt, hiszen itt mindenkinek van szőlője. Tehát a mértékletes életmód az elkísérte. De ugyanígy volt a húsételekkel is. Mértékletesen. Őt nem lehetett úgy túletetni, hogy na most nem kétszer annyit, hanem akkor stop. Na most ezek azért én úgy érzem fontosak. Fontosak az emberek. Önnel ugye lehet találkozni egy héten többször is a kanizsai vásárcsarnokban. Ott a vásárlók érdeklődnek is? Mi ez, miért, hogyan, hogy állunk mi ilyen témába, hogy elfogadóak vagyunk, vagy befogadóak? Hát szerkesztőasszony, ha jót csinálunk, akkor a vásárló megérzi, hogy én az anyagiak miatt árusítom a termékemet, vagy pedig szeretnék azon kívül adni. Na most, ha ezt nem érzi meg, akkor baj van. Mert ha itt elkezdünk számolni, és én itt az 21 néhány kecskével, ha dolgozok, akkor igazából nem érné meg olyan nagyon. Tehát nekem még kiegészítő forrásokat kell az asztalra letennem, hogy megéljünk. De úttörő szerep is van. Ha itt élünk, amit az előzőekben beszélünk, hogy én nem egy polgármesterséget vállalok föl, nem egy vezető állás, hanem én most visszajövök és megmutatom, mintát adok, akkor az elején lehet, hogy nevetnek, akár egy-két évtizedig. Most is még olyan barátaim, akik jól ismernek, hogy csodálkoztak. De hát meg lehet mutatni, hogy meg lehet élni. A környezetben, amiben beleszülettünk, az annak mi értje van, hogy a gondolatunk tovább menjen, és a lelkiismeretünk is tiszta legyen, ahhoz fontos, hogy tettek legyenek. Ha nincsenek emögött tettek, és nincs jó szándék, akkor hogy kapcsolat. Hát amikor ránézek azokra az emberekre, és ezt viszonozzák a piacon, akkor ott abból kapcsolatok születnek. Ha a kapcsolat olyan, akkor el tudom mondani, hogy milyen gyógynövényeket javaslok még neki, hiszen látom, hogy kinek milyen gondja, baja van. De ezt nagyon finoman, nagyon óvatosan kell. Hát lehet érezni, látni, hogy igen, ott biztos, hogy kórházi eset volt, vagy műtétje volt, meg hát miért is jön a kecske tejér? Vagy már a gyerekének viszi, vagy éltesebb korba azért, mert szüksége van rá, mert javasolták neki. Hát orvosok már küldtek oda embereket. Tehát akkor, ha a párbeszéd kialakul, és van rá mód egy piacon, akkor ha megérzik ezt a odaadó szeretetet, nem csak hogy pénzt kapjak érte, akkor kialakul, és ez tovább megy. Könyveket cserélünk mi ezekkel az emberekkel. Nem egyel, nem kettővel. Kanizsáról már nem egy, nem kettő jött ide a sajtot megtanulni.